Sziasztok! Ismét péntek, ismét heti vlog. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ezúttal az Őrségből, Hegyház Szent Jakabról, innen a Vadászató partjáról jelentkezem. Ezen a héten elsősorban arról szeretnék beszélni, hogy mi történt az elmúlt hetekben a költségvetési módosító javaslataimmal és összességében a jövő évi büdzsével kapcsolatban a parlamentben. A múlt heti vlogomban beszámoltam róla, hogy a körmendi körzetet érintően 31 módosító indítványt nyújtottam be a jövő évi költségvetéshez, és sajnálatos módon V. Németh Zsolt képviselőtársam a Költségvetési Bizottság múlt szerdai ülésén mind a 31 esetben tartózkodott, tehát nem támogatta az általam benyújtott javaslatok egyikét sem, ráadásul mindezt pökhendi, lekezelő és arrogáns stílusban tette meg, ami mindenképpen felháborító. Aztán elérkeztünk ehhez a héthez, és V. Németh képviselőtársam arról számolt be a Facebook oldalán, hogy ismét ülésezett az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága, ahol ő is jelen volt. Hozzáteszem, hogy végül is ez is már dicséretes, hiszen sajnálatos módon nagyon sok esetben a kormánypárti képviselők nincsenek ott a szakbizottsági üléseken. Így volt ez egyébként múlt szerdán is sokuk részéről, és ilyenkor megbíznak mást a helyettesítéssel, ezért sokszor kétkezes szavazások vannak. Én soha nem éltem egyébként ezzel az eszközzel, és azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem helyén való. De visszatérve a lényegre, tehát ott volt ezen az ülésen, és arról számolt be, hogy nagyon fontos javaslatokról beszéltek a jövő évi büdzsét illetően, valamint megfogalmazta azt az álláspontját, hogy magam is sokakkal együtt Gyurcsány csicska vagyok. Nos, kedves képviselőtársam, ezzel kapcsolatban szeretném kifejteni önnek a véleményemet, és kérlek benneteket, hogy juttassátok el minél többekhez ezt a videót, hogy láthassák azt elsősorban a körmendi választókerületben élők, hogy mi is a pontos helyzet. Történt ugyanis, hogy a politikusi oldalammal reagáltam V. Németh képviselőtársam oldalán, és megkérdeztem tőle azt, hogy miért nem arról beszél inkább, hogy a múlt szerdai bizottsági ülésen elutasította, vagyis nem támogatta azt a 31 módosító javaslatomat, azok egyikét sem, amelyeket a jövő évi büdzséhez nyújtottam be, és a már említett stílusban adta elő ott az álláspontját. Sajnálatos módon nemhogy válasz nem érkezett erre, hanem egy idő után, amikor már túl sok pozitív reakció volt részletekről, amit nagyon szépen köszönök erre a hozzászólásomra, akkor nemes egyszerűséggel ezt ő vagy munkatársa törölte és tiltott is a Facebook oldaláról. Tehát ilyen módon biztosított lehetőséget a véleményem kifejtésére ott, és aztán egy bejegyzésemben le is írtam, hogy mi történt ezzel összefüggésben. De nem is ez a lényeg, ez csak egy kis része az egész történetnek. Sokkal fontosabb az, hogy reagáljak arra a felvetésére képviselőtársamnak, ami egyébként azt gondolom, hogy önmagában is minősíthetetlen, hiszen a csicskázás és hasonló szavak használata nem gondolom, hogy helyén való lenne a magyar közéletben, és hozzáteszem, hogy akár kormánypárti, akár ellenzéki részről is megjelennek ilyenek, az semmiképpen nem vezet előre, és nem a 21. századi vitakultúrának a részét képezi. A magam oldaláról soha nem is szoktam hasonló kifejezéseket használni, és ez a jövőben is tartani fogom magam. De nézzük csak a valóság tartalmát ennek a kijelentésnek, tisztelt V. Németh képviselőtársam. Gyurcsány Ferenccel soha az életben nem beszéltem, egyetlen szót sem váltottunk, és egyébként ehhez a hagyományhoz szeretném is tartani magam, már csak azért is, mert nem gondolom, hogy nekem ezzel kapcsolatban bármilyen dolgom lenne. Szeretném azt aláhúzni, hogy természetesen minden párt szimpatizánsait tiszteletben tartom, és minden pártban vannak tisztességes politikusok, akik valóban szeretnének tenni a közösségükért, így van ez egyébként még a Fideszben is, a DK-ban és a többi ellenzéki pártban hasonlóan, tehát nagyon sok olyan politikus van, aki valóban a saját közösségéért igyekszik tenni dolgozni, de hát azért látjuk ennek a másik oldalát is, hogy sokan vannak olyanok, akik pedig mindenek felett a párt érdekeket képviselik és a központ utasításainak kívánnak megfelelni. Nos, én egyáltalán nem ilyen politikus vagyok a Közösen Vas megyéért Egyesület elnökeként és a Mindenki Magyarországa mozgalom tagjaként, hanem az számomra az elsődleges, hogy a körmendi választókerületben élőket képviselni tudjam aktívan, hitelesen és határozottan, és ennek aztán semmi köze nincs ahhoz, hogy adott ellenzéki pártoknak ki a vezetője, vagy milyen kapcsolatban van az adott személlyel egy-egy politikus, de jeleztem, és ezt még egyszer aláhúznám, hogy soha semmilyen módon nem volt köztünk, nemhogy egyeztetés, hanem még csak egyetlen szót sem váltottunk a
DK elnökével, tehát ezt a fajta megfogalmazást azt nagyon határozottan szeretném visszautasítani V. Németh képviselőtársam. Viszont azt ígérhetem nektek, hogy a továbbiakban is aktívan, határozottan ki fogok állni az érdekeitekért, nem csak ilyenkor, amikor költségvetési módosító javaslatokat lehet benyújtani, hanem például akkor is, amikor jövő héten, vagy az azt követő héten, de talán már jövő héten ismét felszólalhatok útfejlesztések ügyében. Például az őrségi utakat is elő fogom hozni, hiszen múlt héten Ispánkon, tegnap pedig Viszákon jártunk és egyeztettünk a helyiekkel, de a teljesség igénye nélkül itt lehetne még sorolni jó néhány olyan útszakaszt Kemenes aljáról, a Kemenes hátról, a Vasihegy hátról, a Vendvidékről, vagy éppen az őrségből, melyek ugyancsak felújításra várnak, és hát a régi 8-as állapota is nagyon sok helyen síralmas, az pedig teljességgel elfogadhatatlan, hogy az M80-as az úgy lesz majd fizetős, hogy kétszer egy sávon valósul meg ez az útfejlesztés. Egyébként Orbán Viktor miniszterelnök úr korábbi ígéretével ellentétben, aki több alkalommal is elmondta azt Körmenden, hogy majd autópályán lehet autózni, utazni Budapestről Körmendig és Körmentől Szentgotthárdig az országhatárig. Hát ez sem így lesz, ezt az ígéretüket is megszegték. És tisztelt V. Németh Zsolt, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, én minden esetben szembesíteni fogom önöket ezekkel az ígéretekkel, nem adom fel, még akkor sem, hogyha azt tapasztalom, hogy szakbizottsági szinten érdemi indokolás nélkül elutasítják a javaslataimat, abban ugyanis bízom, hogyha nem is szavazzák meg ezeket, de a közeljövőben ezek a fejlesztések elindulhatnak, megtörténhetnek, mint ahogy volt is erre példa az elmúlt évek során jó néhány alkalommal, és én azt nagyon remélem, hogy a következő időszakban, ami a 2022-es országgyűlési választásig még előttünk áll, nem ez a fajta vitakultúra és nem az ilyen jellegű megnyilvánulások lesznek a középpontban, bár képviselőtársam elmúlt hetekbeli megjegyzéseit, megnyilatkozásait látva ezzel kapcsolatban egyre inkább kétségeim vannak, hanem sokkal inkább érdemi vitát tudunk majd folytatni arról, hogy milyen módon segíthetünk a térségben élőknek, ugyanis számotokra ez a legfontosabb, és én arra kérlek benneteket, hogy kövessétek figyelemmel a továbbiakban is a munkámat, írjunk sikertörténetet, a körzet sikertörténetét, és e célból kérlek titeket, hogy támogassatok, hogy indulhassak az előválasztáson, iratkozzatok fel a Közösen Vas megyéért Egyesület hírlevelére, valamint jövő pénteken, egy hét múlva sok szeretettel várunk benneteket Márki-Zay Péterrel Körmenden 14 órától 15 óráig a postánál, Szentgotthárdon pedig 16 és 17 óra között a Széll Kálmán téren a Kisédes előtt. Gyertek el erre a rendezvényre és juttassátok el, legyetek kedvesek minél többekhez ennek a hírét, és ahogy azt a felhívásomat megtettem már a támogatói csoportban, még egyszer szeretnélek kérni benneteket, hogyha tudtok segíteni abban, hogy adott településeken a szórólapozási munkánkat megkönnyítitek, hiszen természetesen segítőimmel, munkatársaimmal minél több helyre el kívánunk jutni, és mind a 127 településre el is fogunk jutni a következő időszakban, de könnyebbség lenne, hogyha ti is csatlakoznátok ehhez a kampányhoz, hogy ezt a sikertörténetet, a térség, a körzet sikertörténetét valóban közösen írhassuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket!